Az eszközhasználat a gerinctelen állatok közül csak is a fejlábúaknál figyelhető meg. Ezek az állatok karjaikat a zsákmány szerzés mellett tapintásra, az ajzat felmérésére és tárgyak manipulálására használják. Sok nyolckarú polipfaj képes az eszközhasználatra, mely legtöbbször abban nyilvánul meg, hogy kagylóhéjakat kapnak fel és magukra öltik, páncélként használva azokat. A fogságban élő polipoknál kifejezetten gyakori jelenség, hogy megpróbálnak kiszökni akváriumukból. Gyakran eszközöket is használnak, többször megfigyelték, hogy egy polip megtanult használni kapcsolókat vagy karokat. Mindenre különleges dúcidegrendszerük adhat magyarázatot, idegsejtjeik nagy része ugyanis karjaikban helyezkedik el. Így, amikor valamit megtapintanak, az ingereket már a karjaikban is fel tudják dolgozni, tehát gyakorlatilag ezekkel a szervekkel gondolkodnak.